Az elmúlt években, január elején már a fedett pályás versenyekre hangolt Bakosi Péter, aki ezúttal még csak könnyű edzéseket végez a Nyíregyházi Egyetem csarnokában. A magasugró már jó ideje készül, azonban különböző okok miatt némileg el van maradva a tervezett formától. Az elmúlt hetekben teremgondok miatt csak Miskolcon volt lehetősége technikai munkát végezni, plusz az egyetemi vizsgaidőszak is jelentős energiát vett el a 23 éves atlétától. Jelenleg mentálisan eléggé fáradt vagyok, mivel vizsgaidőszakom van, és ugye elég sokat tanulok esténként, és nem sok időm van aludni, de remélem hamar le fogom ezt tudni, és utána arra fogok koncentrálni, hogy a lehető legjobban sikerül majd a fedett pályás szezonom. Edzésben kicsit le vagyok maradva, voltak problémáim, ugye műtötték a fogamat, akkor betegség miatt el vagyok csúszva, de remélem, hogy februárban le fogom tudni kezdeni a versenyzést. A cél az mindig az, hogy a lehető legjobbat ugorjam. A fedett pályás Európa-bajnokság, ami Belgrádban lesz, ott szeretnék jól szerepelni, bár a pici csúszásban vagyok, de szerintem ez nem fog problémát okozni nekem. Ezt hamar be fogom fejezni, a fedett pálya most elég rövid lesz, egy ilyen 3-4 versenybe fog állni, majd ezt befejezve ugye egy könnyebb fél évem lesz suli szempontjából is, és jobban fog tudni készülni a nyári szezonra. A nyári szezonban lesz egy univerziádém, ami Tajpejben lesz. Itt szeretnék mindenféleképpen részt venni. Lesz még egy felnőtt világbajnokság, ahol a 2.30 a szint. Hát oda is szeretnék kijutni, ez Londonban lesz. Hát az meg kiderül, hogy fog sikerülni. Emellett még lesz még egy csapat Európa-bajnokságunk, ami Tel Avivban lesz. Bakosi Béla edző szerint a világbajnokságra megállapított kvalifikációs szint rendkívül magas. Péternek 4 cm-t kellene javítani egyéni legjobbján ahhoz, hogy ott lehessen Londonban. 230 cm az az eredmény, amivel a világbajnokságra ki lehet jutni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon magas. Aki ezt ott megismétli, az minimum 8-ba kerül, de azt gondolom lehet, hogy az 1-6-ba is végezhet. Ettől függetlenül én remélem, hogy Petivel tudunk úgy készülni tavasszal, miután az egyetemi vizsgáit sokkal kevesebb tantárgyat fog fölvenni, tehát nagyobb hangsúly lesz a felkészülésre. Gondolom, hogy meg fogja tudni közelíteni ezt a szintet, vagy esetleg elérni. Az univerziádé, az ugye az egyetemi főiskolás világbajnokságra, ott nincs megalapítva szint. Igazából egy csapat fog kiutazni, egy ilyen szerintem 8-10 fős atléta csapat, amiben azt gondolom, hogy Petinek bele kell tudni férni, és ott, hogyha tudna ilyen 225 körül eredményt ugrani, akár döntőbe is kerülhet. Ha minden a tervek szerint alakul, a fedett pályás szezont követően Bakosi Péter elutazik Németországba, hogy a lehető legjobban fel tudjon készülni a nyári versenyekre.